Tudtad, hogy az értékeléseidben sokkal nagyobb potenciál van, mint amire elsőre gondolnál? Ahelyett, hogy nyűként tekintesz rájuk, vagy esetleg csak egy-két dolgot használsz ki, óriási kincses bányán csücsülsz, és abban szeretnélek segíteni, hogy ezt minél jobban kihasznál. Szia, Duhai Márti vagyok, az Értékelés Tuning alapítója és a Review Academy-nek a megalkotója, és 2018 óta kizárólag online értékelésekkel foglalkozom, annak érdekében, hogy minél több vállalkozás, minél több vállalkozó a legtöbbet tudja kihozni az értékeléseiből, és a lehető legjobb ügyfélélményt tudja nyújtani a vevőinek, illetve a vendégeinek. Nézzük is meg, hogy mik lehetnek ezek a dolgok, amikben segítenek neked az értékeléseid a vállalkozásoddal kapcsolatban. Az első és legfontosabb az, természetesen bizalmat építenek, hiszen azok az értékelések és visszajelzések, amelyek a valós emberektől érkeznek, mind-mind tulajdonképpen egy iránytűt mutatnak azoknak, akik még csak potenciális vevőid, még csak nézelődnek, még csak a választás kapujában vannak. És szándékosan nem azt mondom, hogy pozitív értékelések határozzák meg a legújabb vevőket, mert előfordulhat, hogy vannak olyan szolgáltatásaid, vagy bizonyos része a szolgáltatásoknak nem releváns mindenki számára, nem mindenkinek akar szolgáltatni, ami már önmagában egy dicsérendő dolog. És pont ezért, hogyha mondjuk kapsz egy olyan értékelőtől, vagy egy olyan vevőtől negatív értékelést, aki pont abba a kategóriába tartozik, hogy nem a legjobb vevőd, mert nem neki szól a szolgáltatásod, akkor ez tökéletesen átjön azoknak is, akik ugye igénybe veszik a szolgáltatásodat, akik nézelődnek, akik tájékozódnak a szolgáltatásodról. Az egyik ilyen kedvenc példám, hogyha például nem bírod a légkondit egészségügyi okokból, vagy bármilyen más okokból, akkor számodra nem releváns az, hogyha sokan panaszkodnak egy szálláshelyen arról, hogy nem működött a légkondi egy bizonyos időszakban, hiszen számodra teljesen irreleváns, hogy van-e légkondi, sőt lehet, hogy még örülsz is, mert biztos, hogy nem fog keregni a füledbe éjszaka. Úgyhogy ilyen szempontból bíz a leendő vásárlóidban, hogy ők ki tudják mazsolázni azokat az információkat, amik számukra relevánsak, és még hogyha egy egyes értékelést is kapsz, azt megnézik, mert mindig az egyes értékeléseket nézzük meg először, és a hozzájuk tartozó leírásokat, és ezeket megnézik, és eldöntik azt, hogy számukra releváns-e vagy sem. Úgyhogy semmiképp ne félj. Ettől minden esetben a bizalmat építik ezek az értékelések, és természetesen a rájuk adott válaszok is. Emiatt nagyon fontos az, hogy magát az értékelésnek a hangnemét, a hangulatát, a hangvételét hogyan tudod áttranszformálni úgy, hogy még ha negatív is az értékelés, vagy negatív a hangvétel, átfordíts pozitívvá. Egy másik ilyen aspektus, amiben segíthetnek az értékelések, az a szervezetfejlesztés. Hogyha kiderül az, hogy lassú a kiszolgálás, vagy lassan érkezik meg az áru, a megrendelt áru, vagy hogyha úgy alakul, hogy valamilyen probléma van konzekvensen is, és folyamatosan az egyik munkatársaddal, és ez online értékelésekben is megnyilvánul, akkor tulajdonképpen itt el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet a szervezetet fejleszteni, nem a saját szervezetedet, hanem magát a vállalkozásodat, hogyan tudod HR szempontból fejleszteni, valóban szükséges-e, és hogy hogyan tudod ezt kigazdálkodni. Ezen kívül természetesen szolgáltatásfejlesztésre is nagyon jól lehet használni, és ez két aspektusból is működhet. Az egyik az, amikor a saját ügyfeleid, vendégeid, vásárlóid mondják azt, hogy hát jobb lett volna, ha mondjuk van bent egy kis kávéfőző az apartmanban, vagy jobban örültem volna, ha nem tudom, egy órával később van nyitva még az üzlet, mert akkor kényelmesen odaértem volna, és nem kellett volna rohannom. Ezek olyan dolgok, vagy hogyha például nem az egyik futárszolgálattal érkezik, aki nem küld értesítést, hanem mondjuk a másik futárszolgálattal. Ezek olyan visszajelzések, amiket érdemes megfontolni, és hogyha konzekvensen így visszajönnek ezek, akkor, akkor ténylegesen el kell gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezeket a hangokat elcsitítani, és hogyan lehetne elégedettebbé tenni
a vásárlóidat, a vevőidet, az ügyfeleidet. És amire még nagyon szuper jól használhatók az értékelések, és nem feltétlenül csak a mi értékelésünkre gondolunk, vagy hát gondolj a saját értékeléseidre, hanem akár a konkurenciáira is. Hiszen, hogyha van egy konkurencia figyelő rendszered, vagy egyszer már kigyűjtötted a konkurenciádat, vagy tudod fejből, hogy kik ők, és nézed az értékeléseiket, akkor láthatod, hogy mi az, amit ők jól csinálnak, esetleg jobban csinálnak, mint te, mi az, ami... amiben ők nagyobbat tudnak fejlődni, több vevőt tudnak bevonzani, és hogyan lehetne ezt kihasználni, ezen el tudsz gondolkodni, és akár egy lépéssel előttük járni. Egy egyéb konkurencia figyelés egy kicsit nagyobb sugarú lehet az, hogyha mondjuk külföldön nézed meg azokat a hozzád hasonló szolgáltatókat, akik mondjuk nem feltétlenül érnek el idáig, viszont valamit nagyon jól csinálnak, és ezeket gyakorlatilag le lehet másolni, hogyha nagyon sok pozitív értékelést kapnak, és ezt így ki is fejtik a vendégeik, illetve az ügyfeleik, akkor ez egy szuper jó visszajelzés, és egy boost tud lenni a te bizniszednek is. Úgyhogy én arra bátorítanálok titeket, hogy ne rettegjetek az értékeléseitektől, bármilyen legyen is az negatív, pozitív, csak csillagos vagy kifejtős, hiszen inkább az lenne a cél, hogy minél több ilyen potenciált és fejlődési lehetőséget kihasználjunk az értékelések által, és hogyha ezt meg szeretnétek tenni, akkor ajánlom a figyelmetekbe az Értékelés Tuning kihívást a Review Academy-nek az oldalán, hogy be fogom linkelni pontosan, és itt 10 a maihoz hasonló, de teljesen eltérő témában felvett videót találtok, amiben én magyarázom az értékelések hátterét. Ezen kívül 10 szakértőt kérdeztem meg, és minden egyes napnak a naphoz feladatok is tartoznak, amiket, hogyha megoldotok, akkor, és elküldtök számomra, akkor a végén egy 15 perces konzultációra is jogosultak vagytok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon szuper lehetőség, hiszen A-tól Z-ig átvesszük az értékeléseket, és nem feltétlen kell mondjuk akár odafigyel, vagy úgy nagyon ott lenni fejben, vagy nézni a videót, hallgathatod is, akár útközben, vagy éppen bármilyen más egyéb tevékenység közben, tehát én nyilván nagyon örülök, hogyha erre külön időt szántok, de attól függetlenül ez kicsit lazábban is működhet. Igaziból a lényeg ennek az, hogy minél többen átéljétek azt a felemelő érzést, amikor érkeznek az értékeléseitek, amikor ki tudjátok használni a bennük lejövő potenciált, és boldogságot okoz az, hogy újabb és újabb értékelések érkeznek az ügyfeleitektől. A november, a happy november szellemében fog majd telni, soha nem látott akciókkal és soha nem látott ajánlatokat hozok nektek. Legyen pozitív értékelésekben gazdag a napotok. Sziasztok!